Köszöntöm kedves nézőinket! A mögöttünk lévő hét sem volt sportmentes a hajdúszoboszlói sportolók világában. Lássuk, mi minden történt. A HSE megyei első osztályú labdarúgói múlt hét szombaton délután már tétmérkőzésen léptek pályára. Délelőtt azonban azok a játékosok, akik nem voltak érdekeltek a szerep elleni kupameccsen, az Üllő ellen játszottak a Gázláng utcai sportpályán. László Rihárd vezetőedző főleg ifistákból álló egységet rendelt a pályára múlt szombaton a Gázláng utcában. A fiatalok ellenfele a Pest megyei bajnokság első osztályában szereplő Üllőese volt. A vendégek városunkban edzőtáboroztak, és örültek az edzőmeccs lehetőségének. Amint az várható volt, az ifistáink nem voltak egy súlycsoportban az Üllő felnőtt korosztályú játékosaival. Ennek ellenére csupán egyéni hibák miatt szerzett két gólos vezetést a vendégcsapat az első 45 perc után. A fordulást követően továbbra is a védekezésben kellett volna nagyot alkotni a fiataljainknak, ám az Üllőese dolgát nem tudták megnehezíteni játékosaink. A vége 5-0 lett a vendégek javára. A nagy különbség ellenére látott pozitív dolgokat is csapat a játékában a HSE mestere. A hibákat pedig írhatjuk a rutintalanság számlájára. Amíg tehát az edzőmérkőzésen az ifi csapat hazai pályán délelőtt vereséget szenvedett, addig a felnőttek délután már szerepen tétmeccsen kellett, hogy bizonyítsanak. A Magyar Kupa megyei selejtezőjében az egy osztállyal lentebb rangsorolt ellenféllel szemben magabiztos 6-0-ás sikerrel lépett tovább egyesületünk. A találkozón Butor Csaba duplázott, valamint eredményes volt még Szatmári Zsolt, Kálmán Zoltán, László Rihárd és Pintér Péter is. És még egy hír a HSE utánpótlás korosztályából. Augusztus 9-én és 10-én rendezték meg Debrecenben a nagy hagyományokkal rendelkező nemzetközi karneválkupát. A Pán László edzette U15-ös korosztály magabiztosan jutott el a hármas döntőig, ahol előbb 2-0-ra kikapott a Debreceni Labdarúgó Akadémiától, majd egy román csapat ellen ért el 1-1-es értékes döntetlent. Ugyanezen a tornán Sarkadi Zoltán labdarúgó palántái szintén veretlenül jutottak tovább csoportjukból. Végül a harmadik helyet szerezték meg a Loki foci sulival szemben. Holoda Péter, az Árpád Ese is a magyar válogatott úszója, ma utazott el Berlinbe edzőjével. A német fővárosban az úszóerő bajnokságon áll rajtkőre 3 számban. A felnőttek mezőnyében ez lesz az első igazán rangos nemzetközi versenye a 18 éves hajdúszoboszlói fiatalembernek. 50 méter pillangón, 50 és 100 méter gyorsúszásban fogja képviselni a magyar színeket. Javában zajlik a hajdúszoboszlói KSK-e utánpótlás kéziseinek felkészülése az őszi szezonra. A fiúk és a lányok tegnap óta répás után edzőtáboroznak. A csapatok trénerét, Zagyva Tamást a helyszínen értük utol telefonon. Hajdúszoboszlói kézilabda a csapatnak a utánpótlás csapata. Itt a fiúk, lányok most vegyesen jöttek, lehet együtt edzeni, itt főleg erősítés van. U12-nek a nagyja és az U14-es csapatunk van a fiúk részéről, a lányoktól pedig a serdülő csapatunk, meg serdülő bajnokságba fognak indulni szeptemberben. Az igazság, ez már hagyományos nekünk, hogy itt répás utára szinte minden évben följövünk egyszer edzeni, ez általában az őszi szezonra való felkészülésnél van, a téli szezon végén, tehát a tavaszi szezonban pedig Füzes Gyalmatra szoktunk menni, úgyhogy itt már ez egy bejáratott helyünk nekünk. Itt főleg futóprogramok vannak, amúgy van egy kis tornatermünk is, amit maximálisan ki is szoktunk használni, tehát labdás edzéseket is tudunk tartani. Nem egy kézlabda méretű, de teljesen hasznos, tehát azokat a célokat, amiket kitűzünk magunk elé így a felkészülésben, maximálisan szolgálja ez a hely. Tavaly évben már az ERIMA országos gyermek kézlabda bajnokság résztvevői voltunk 2 korcsoportban, és azóta ez hál' Istennek folytatódott is, ugyanúgy gyermekkézilabda bajnokság lesz ősszel kezdődően, ez február végéig, közepéig fog tartani, és utána még lesz egy rájátszásos rendszer, úgyhogy hál' Istennek most már tudunk versenyezni, egész magas színvonalú mérkőzéseket tudnak játszani a gyerekek, úgyhogy ebben az pillanatban most úgy nézünk ki, hogy szeptember 7-e hétvégén a lányok kezdik a serdülőbajnokságot, a második hét, a 15-e hétvégén az U14 kezdi el a gyermekbajnokságban, és 21-én, amikor indul az MB2-es szezon nagy csapatnak, az U12 kezdi, és az 2 hetente fognak menni, míg a lányok a serdülőbajnokságban minden héten
hétvégén egy-egy meccsre meg fognak jelenni. 16 kislányunk van, és folyamatosan bővül a létem, hál' Istennek híre ment már ugye a városban, meg ugye jönnek a barátnők, barátok, és várunk is még gyerekeket, tehát úgy a fiúkhoz is, mint a lányokhoz is. Tehát itt szeretnénk ezt kipróbálni, mert minél többen vagyunk, ugye annál nagyobbak a lehetőségeink, mert ugye esetleg egy sérülés miatt, ha valaki kiesik, tehát akkor is tudjuk az ők számban menni a meccset. A lányokat, meg az U14-et, igen, az ők értik, én vagyok a felelős. Az U12-höz is, mert ugye most az egyik edző kollega most nem tud edzősködni, és most keressük a lehetőséget, de addig sem áll meg az élet, tehát megoldjuk. Tehát amíg oda nem lesz egy fix edzőnk, Juhász Karcsival karöltve, ugyanúgy az U12-nek is meg lesz oda, úgy az edzése, mint a versenyeztetése. A hétvégén megkezdi bajnoki szereplését a HSE megyei első osztályú labdarúgó csapata. Együttesünk hazai pályán nyitja az évadot a Hajdonánás ellen. A mérkőzés szombat délután 17 órakor kezdődik a Sport utcában. Rájátszás műsorunk végén figyelmükbe ajánlom a Futók Arcképcsarnoka című magazin műsorunkat, amelyben ezen a héten Barbóz Anikóval és Dörgő Sándorral készített interjú második részét láthatják. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is!